Start! Ebben a pillanatban elindult a nyeretlen kétévesek versenye. Faria BD gyakorlatilag a start előtt már elvesztette minden esélyét, hiszen ugrabugrált, aztán bár elindult a startvonaltól, de mindezt már jelentős térhátrányból tette. Aki viszont átveszi a vezetést, az Fazekas Imrével, Brilliance BD, mögötte pedig Bing Crosby AT színei tűnnek föl, majd pedig a verseny leginkább fogadott lova Bosporus N következik a harmadik pozícióban, külső spúron halad Barack SS, illetőleg jó helyzetben van még Beautiful Yankee BD is, akkor, amikor közelítenek lassan kvázi a célhoz, onnan még egy kört kell megtenni a teljes mezőnynek. Egyébként Bónusz Erge is jó helyzetben van jelen pillanatban, az ötödik. Aki vezet, az tehát Brilliance BD, előnye nagyjából egy olyan másfél hosszra tehető Bing Crosby AT-vel szemben, aztán egyre följebb érkezik Baraka SS, most már ott üget Bosporus N mellett a harmadik pozícióban, Bónusz Ergé a következő ló, illetőleg Beautiful Yankee BD. Ők gyakorlatilag külön versenyt futnak, Brizab követi őket, illetőleg Bűbályos, de hát már nagyon-nagyon jelentős tér hátrányból, és több lovat is diszkvalifikáltak a futam folyamán. Brilliance BD könnyen lehet, hogy megkapja majd az első támadását, Bosporus N ugyanis támadási pozícióba jelentkezett, és megpróbál kívülről megindulni, de hát Bing Crosby BT is nagyon jól tartja magát, csak úgy, mint a Baraka SS, illetőleg Bónusz RG. Ők öten dönthetnek majd az első hely sorsáról véletőleg. Az utolsó kanyarra fordulva Brilliance BD vezet. Brilliance BD nagyon könnyen vezet, azonban jöhetnek majd a támadások. Elsősorban Bosporus N, aki ott a második spúrban igyekszik előre, illetőleg egyel beljebb láthatjuk versenyezni Bing Crosby AT-t, majd pedig jön Baraka SS, illetőleg Bónusz RG, és a valamicskét talán Beauty Full Yankee BD is javít a pozícióján azzal különösen, hogy belül fordul. Ráfordultak a célegyenesre, Brilliance BD vezet, és aki támadja, az Bing Crosby AT, hiszen Bosporus N fáradni látszik, hogy csatában lesz a harmadik helyén Bónusz RG-vel. Nézzük az elejét, Brilliance BD vezet, Brilliance BD-re Bing Crosby AT próbálna meg közelíteni, azonban nagyon úgy tűnik, hogy bár lépésről lépésre jön előre, csak a második helyezés jut majd neki. Harmadik helyre pedig Bosporus N érkezett oda, tehát 6-os, 1-es, 5-ös a nem hivatalos befutási sorrendünk, negyedik helyet pedig Bónusz RG csípte meg.